legyen mindnyájatokkal, és a családokkal. Testvéreim, szent misénket elhúgy Grebenár István édesapáért, Grebenár és Lukics nagyszülükért, valamint Annáért és Juliannáért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek,
hiszen belőle indul ki az élet. Tarts a távol magadtól az ajkamisságát, távolítsd el az ajkamisságát. Egyenes előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenes sima utat a lábadnak, legyenek biztosak, mint az útjaid. Se jobbra, se balra ne tégy le az útról, és a gonosztól tartsa távol a lábad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Thank you.
szerzetesi házadat, alapított egyházmegyéket, nyilván megalapított az országot is, és koronát második Szilveszter pápától kérte, amelyet Asztri papát hozott el neki. Mind olyan döntések, tevékenységek, amelyek a nemzetet keresztényi akarták tenni. Szent István apostoli király volt. Van az úgynevezett Atorius liturgikus folyóirat, amelyben a napi misék vannak benne. Mindenik Atoriuszban most már jó évek óta kérek valakit, hogy egy-egy hónapra írjon útra való termünket is valaki. Az idei elhagyom Atoriuszban Juhász Ferenc Miklósi plébános, Miskolci plébános írta az emlékedéseket, útra valókat, és a mai naphoz augusztus 20-ához az életéből is leírt egy történést, eseményt, hogy ő Kanadában, Ottawában a Szent Pál Egyetemen tanult. És amikor egyszer az egyházi órán előadáson voltak, akkor magyarázta az előadó, vagy beszélt arról, hogy is van a pápáknak a küldöttei, a nunciusok. És előhozta azt is, hogy akkoriban Magyarország számára Szent István király is a pápa küldötte volt. Ha jól gondolom, vagy jól mondom, akkor azzal, hogy pápától kapott koronát is ezzel, a pápának a megbízott jelent. És ilyen értelemben magyarok között pápa küldötte. És azt írta az emlékedés írója, hogy a többi hallgató, hogy tudták, hogy magyar feléje fordultak és megtapsolták Szent István király kapcsán. Apostoli király volt. Tudjuk azt is, hogy Szent Imre halálában nem lévén úgy fiú utódja, vagy akire rámadja az országot, úgy gondolta, hogy inkább felajánlja azt a boldogságos Szűz Máriának, és így is tett. Így vagyunk Mária országban. Mert egyenes ágyú leszárazottja nem lehetett az utódja, mert nem volt ki. Voltak a rokonságában valók. Aztán, hogy a Szent István király meghalt, és jöttek utána még királyok, de akik talán a kereszténységet nem annyira építették az országban, csak majd Szent László király lett az, aki jóval megszilárdította a kereszténységet a magyar nemzet között. Szent István királynak a lépései, a döntései, cselekvései azért nem mindenkiben váltottak ki pozitívumot. Például, hogy én bortyázóként volt a magyar addig, de ahogy mondták, hogy most miért hagyjunk fel ezzel? Meg volt más is, ami ilyen ellenszó volt Szent Istvánnak a tevékenységei ellen. Azt hallottuk az olvasmányban, hogy az igaz ember
világítása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. És Szent István király, a keresztény magyarság történetében ilyen volt, olyan, mint a hajnal. Az időt kezdte el.
hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Legyen Urunk népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Amen.
Szent lelkével eltelve egy test.
Üdvegyen minket neked szentelt ők áldozattál, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a édesével, Szent apostolaival, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásunkban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútján járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápát, János és Szabolcs püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd meg Nazad népe kéréseit, hiszen Te akartad, hogy színed előjárulunk. Jóságos Atyád, fontd magadhoz irgalmasan a világos szétszúrkodott valamennyi gyermekedet. El testvéreinket pedig és mindazokat, akik a Te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Úrunk által, mert általa árasztod el minden jó van a világot. Ő általad, ő vele is, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Isten báránya, te lesz a
Krisztus szent testet, őrizze meg a lelkünket az örök élet. Amen. Mária kongresszus lesz, ennek a programja megtalálható.
7:11-kor püspöki szentmise, aztán ebéd Karisztiából találkozási lehetőség, 13:30-kor fakultatív programok lesznek, és lesz a gyerekeknek is külön program, 15:00-kor litánia, és aztán a hazaindulás. Aki szeretne menni erre, jelezze felé, mert a püspökség felé le kell adni a jelentkezést. Ha tudunk, akkor vegyünk részt ezen, hogy minél többen imádkozhassunk együtt egyházmegyénk lelki növekedéséért és hitünk megerősítéséért. Yeah.
Szent István.